Reno sure has a lot of heavy firepower to guard a bunch of trash. Aha. Új, ez most új. Lejtő. Nagyon furcsa lejtő. Tudom, milyen hely ez! És tudom, hogy kivel fogunk itt találkozni. Akit ugye hát az elején már lelőttem. Valahol itt fogjuk megtalálni. Azt hiszem, ő egy nagy energiapajzs mögött van. Ó, kutató robot, de ez a Jedi képző droid. Igen, itt van Lando. Ez az. Al-Katar? És megismer is minket. Lando, what are you doing? De ismerjük is egymást. What does it look like I'm doing? I'm sitting in a cell. What about you? I'm looking for Relo Baruch. You too? What's the Republic want with him? A ship of his was involved in an incident on Artis Prime. Remnant stuff. The Remnant? Blast. Now it's starting to make sense. What? Over the past few weeks, a mineral smuggling ring has infiltrated the Cloud City on Desmond. Real slick group, too. They commandeered half of our loading platforms and carbonite chambers before we knew what hit us. No one knows who's behind it, but it's become obvious that Relo's garbage haulers are handling the transports. I came down here to find Relo and persuade him to hand over the names of his employer. Persuade? Hey, I can be a charming guy when I want to. After a few bar fights and card games, I hadn't gotten any closer to Relo, but I had begun to hear about a remnant bigwig named Dasan. Then I was captured. Dasan? You know him? He's a dark Jedi. He and the Remnant have been performing sick experiments on New Republic citizens, among other things. Like I said, the Remnant connection makes sense. These smugglers are much more organized than the kind of scum we usually get on Bespin. They've got to be Imperials. Want me to get you out of here? If it's not too much trouble. You'll need the password to get into Relo's command center and open the cells. Any idea what that might be? Yeah, it's Ruby Bleels. I could go for one of those. Yeah, me too. I'll be right back. I'm not going anywhere. Na. Mi? Na ez az igazi jó cameo, gyerekek. Nem úgy, mint a 9. részben. Az nem is létezik. Ugrás. Nem kaptunk úgy fül? Nyomozz Relo Baruch után, szabad is ki Landót. Igen, ez az új feladatunk. Tehát megtaláltuk Landót. És ugye majd a... őt ki kell szabadítani, ki kell kapcsolni ugye majd a cuccot, és akkor... Whatever you tried, it didn't work. I'm still stuck in here. Hát, baszki, várjál, jó? Nyílik ez az ajtó? Nem nyílik ez az ajtó. Vissza kell mennem. A másik ajtó. De miért nem nyílsz ki? Rohadjál meg! Ja! Azt hiszem megkaptuk a jelszót! Ha jól emlékszem? És Ruby Bliss a jelszó? Na hogy kell visszamenni? Remélem, hogy a jelszót kaptuk meg. Ruby Bleels. Ez az! Jó, mehetünk tovább! Na, a kamerát nem tudom szétcseszni, tehát valaki most jól megfigyelt. Ha-ha-ha! Nagyon rohadt vicces! Nagyon rohadt vicces! De most tényleg ez rohadtul nem aha! Titkos hely! Ó! Igen, egy dobással már szét lehet szedni a szent fiányokat. Ez a kedvencem, csak mi mozog ilyen gyorsan, ilyen jó-jó effektusban. Totojáznak. Ó, kifogytam a force-ból. Á!
Usztorolt élet! Greedo sniper zápor! Usztorolt élet. Most töltöttem az energiámat, te szerencsétlen! Most ezt miért kapcsoltad ki? Kapcsold vissza, úgy van. Sebeznéd magadat hátba. De persze még nem tudtam kikapcsolni őket. Már bekussoltattam az összeset. Hát ez rohadt. Ja, hogy csak annyira ütöttem be az üveget, hogy ki tudjam nyitni az ajtót. Ja, értem. És itt a túloldat vissza tudok jönni. Jó. Ha is így vissza lehet zárni. De most így visszakapcsolom ezt. Ja, ez a kamera. Ah, és itt volt az első checkpoint. Aha! Hú, nagy tér, kicsit bosszagot érzek. Looking for something? Ah! Not anymore. You're Rilo Baruch? In the flesh, but who are you? Does it matter? Not really. Any last words? What's a respectable gangster like you doing mixed up with a remnant slime like Dasan? Making money, of course. Nagy fight. És persze! Oh! Ugye dobással is meg tudnám oldani, egy megvan. Kettő. Már. A dobás nem jött be. Ha, de nem tudok eltalálni senkit a dobásra. Azért. Ne futkál. De jó. Működik a fizika, gyerekek. Nagyon jó. Na ide be. Gyorsan szedjük össze minden cuccot, amit lehet. Hát csak ennyi. Jó ez. Jön a következő ajtó. Mondjuk. Aha. Where's Rilo? Gyorsan lelépett. Jó. Most szabadítsuk ki Lendót. Gondolom ennek a gomnak a megnyomásával. És puff, leszedett egy izét. Van itt energiacella. És akkor gondolom ez az, ahol vissza lehet menni. Nem. Itt lehet visszamenni a trónterembe. Itt a báholyba. Nem lehet, hogy itt valamit meg kéne... Ó! Aha. Itt futott el. És titkos hely. Nagyon jó.
Ó, oh, oda be! Persze, ilyen epilepsziás megoldást kellett alkalmazni, de legalább lehet haladni. Jó. Hoppá! Még egy titkos hely. Á, ide, így lehetett eljutni Lendóhoz, a másik oldalt. What went on up there? I ran into Relo. Did he tell you anything about the smuggling ring? Dehogy. We didn't talk much. I see. Listen, we'd better get out of here. My ship's hidden nearby. What about yours? Relo's thugs have probably already stripped it for parts by now. What about Jan? Jan's not with me on this one. You two have had another one of your fights, haven't you? Well, come on, let's go. You can buy her some flowers. Ha azt hiszi, összeveszekedtünk. Hát nem, nem részleteztük neki, hogy elvileg halott, de nem. Na, escort rémálom is on. Szóval óvatosan kell dobálgatnom a kardomat. Ó! Oh. És akkor narsad a harmadik rész, hogy megyünk Lando hajójához, a Ladyhez, aztán valami Ladynek van hívva. Aha, most fejlesztettük a speedet, hú, majd a go speed speed puzzle-ök lesznek. A Jedi 50%-a gyorsabb, mint normál esetben. Igen, illetve kaptuk meg az első fényképességünket, az elmetrükköt, a Jedi elmét. 3 másodperc, emberekre vonatkozik, Jedi ezáltal összetudja zavarni ellenfelét és vagy elterelni a figyelmét. Első szint, a Jedi 5 másodpercig képes megzavarni és összekavarni egy ellenséget. Megjegyzés, a Jedi agresszív mozdulatai vagy a túl nagy hangja felébreszti az ellenfelet és hatástalanítja a képességet. Az elmetrük nem válik sokkal komolyabb ellenfeleknél, mint például a sötét Jedik vagy a reinkarnáltak. Szerintem az a Reborn akar lenni. Tehát a remnentesekre. És ugye itt arra vonatkozik, hogy itt az első színnél főleg ilyen katonákat tudunk csak megbuherálni az elméjét. Második, harmadik színnél kicsit tovább tart, illetve velünk is tud lenni egy rövidebb ideig. Oké, keresd meg Lando hajóját, a Lady Luckot. Igen, a szerencse úrnőjét. Lady Luck. Oké. We gotta get to the ship. Hát, hova máshova? Blast him! Ennyi. Ez szerintem közelharcos volt. És remélem pont oda visszel. Na gyere! Lépjünk le Narsadáról. És aztán megyünk Bespire, mert oda mentek egyébként a Bespire. Ó, oh, ez a hajó. Hú, de jól néz ki. Jó, megtaláltuk a hajót. És szerintem most oda le kell mennünk. Úgyhogy más utat alkalmazva. Igen, valamelyik ajtó nyílik. Mondjuk az. Egyik sem nyílik. Hopp, ott van egy ajtó. Nem, az nem nyílik. És innen jöttünk, úgyhogy ez nem lesz az. Hát akkor nyilván vissza kell menni, mert a pontot nincs semmi. Hopp! Én nem tudok kimenni? Á, nem. How's it look? Well, it doesn't look like we can just fly her out. Ja, csak várni kellett volna egy picikét. I can deal with those here, but that doesn't solve the bigger problem. The entrance to the pad is closed and I don't think they're going to just open it up for us if we ask politely. You'll have to find the flight control center and open the door to the star pad. Better get going. I would guess we can expect some company pretty soon. Good luck, Kyle. Thanks, Lando. No. Most, tehát csak ki, meg bejönni kellett volna, és meg kellett volna várni, amíg szépen lemegvizsgálja a hajót, tehát
Mindenféleképpen vissza kell menni, és most szerintem fog kinyílni az ajtó. Ha? Szóval a vonósugarat kell kikapcsolni. Ez hova a francba fut? Állj már meg! Állj már meg! Te sváb bogár! Gondolom, nem véletlenül voltak ott az éjjellátók. Ah, ezzel. Ó, tudom használni a kardot, de jó! Akkor próbáljuk meg így. Itt le. Ah, viszont dobni nem tudok. Addig is jobb így. Aha, és így működik az elem visszavétel. Visszaveszem. Hol a sniper? Ah! Hol a sniper? Ott hátul. Megvagy. De szép volt! Nem? Aha! De szépen tudsz googolni. Állj meg egy helyben! Ez de búza! Dögölj meg! Honnan jött a másik lövés? Aha! Másik ágyú is volt! Anytime. Ott van. Akkor gondolom most visszafelé kell haladnom. Ha nem, itt tovább, itt tovább. Komolyan, nem áll. Ennyirevel akár magamhoz is húztam volna őket, de mindegy. Jobb is így. Gondolom oda fel tudok ugrani, nem? Nem. Gondolom oda fel tudok ugrani, nem? Nem. Nem próbálom meg még egyszer. Nem, tényleg nem lehet. A plafon miatt. Pedig itt lehetne tovább haladni rendesen. Akkor szerintem visszafelé kell haladni. Úgyhogy a küldetést megcsináltam, úgyhogy... Szerintem normális esetben vissza kell futnom. Mert ott van Lando, úgyhogy úgy kell vissza oda visszamennem. Gondolom itt. De még mindig zárva az ajtó. Mert ott volt lent azokon a platformokon, és gondolom ott mind a... Négyet megbirizgáltam, vagy hát többet is. De van egy olyan érzésem, hogy körbe kell menni. De az a baj, nem tudok tovább haladni, mert egyrészt nem nyílik ki az ajtó.
Ugye egyszer itt voltam. Ho! Már megint? Anyádat. Ha... Föl tudok odaugrani? Föl tudok odaugrani? Igen. Á, ez volt az. Jó, és itt az a gomb. Most már ki... Most már nyílt, működik az az ajtó. Most hát ide leugrottam, de... Á, ez volt az a másik oldal, ahol effektíve itt Lando baromkodott. Szerintem itt kell visszafutni. Á, itt vagyunk! Hát persze. Irány a hajó! Ez ami pont hátul van, persze. Gyere, 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 gyere! Hú, de szép belülről! Ja, mondjuk neki is be kéne nyúlni. Jönni. Na most már megindul, mert itt táncikált volna élete végéig. Az anyádat! Köcsögnárok! Te utálom őket! Gyere már, Lando! Miért nem jöttél még föl? Mit táncolsz? Nem tudsz a nyílpuskától megmozdulni? Hát nem hiszlek-e. Mi? Mesz, hogy foglalkozzak velük? Hát nem vagyunk még kész? Jaj, most jönnek be föl, mi? Most már kész. Kyle, we've got a problem. Mi van? So what new? There's no fuel coming through the lines. They must have the valve closed at the main tanks. See if you can get out there and open the right valve. Use a code system, make sure you get the right one. You'll still need to find the controls for the roof sections. They have to be around here somewhere. I'll get everything ready to go here. Good luck. Na, még fel kell tankolni, mert úgy látszik elzárták a csöveket. Pazar! Azt mondja, itt vannak a kódok, nyisd ki a tetőt, töltsd fel üzemanyaggal a hajót. Ugye van itt egy ilyen, ikonokkal vannak fémjelezve. Van ez a izé, ez a zárójeles átlós cucc, akkor van egy ilyen narancssárga célkereszt, egy sárga X, illetve ez a zöld bigyó.
És gondolom a sárga X-et kell használni. Ó, itt is fel lehet jönni, oké. Okay. Ja, mint a hangár tetejét kéne kinyitni, ezt úgy értette. Aha. Jó. Tehát nyilván ez kell. Szóval akkor ott hátra be kell menni. Ja, meg itt is vannak jelek. Hát ez volt az az ajtó! Na most visszajöttem ide. Miért vagy ilyen halálpontos a gránáttal? Komolyan. Spammer. Úgy. Elvileg ennek a tetejére kéne menni. Jó, valahogy oda föl kell merészkedni. Én mondjuk például így oldanám meg. Aha, X. Gondolom így. Gondolom ez akarja jelképezni a kéket, ez meg a piros részleket. De semmi nem változott effektíve. Mindegyik működik, mindegyik villog. Itt mutatja, hogy a sárga kereszt megy a... Ja, várjál, kettő van! Akkor a fehér vezeték, azt gondolom a kék vezeték, ez meg... Aha! Tehát akkor az, a pirosnál a szürke célkeresztet kell beállítanom. Még jó, hogy mentettem itt ennél a résznél, mert biztos voltam benne, hogy nem lesz jó. Tehát a kéknél jó állítottam be, itt meg ezt kell. Már csak a tetőt kell kinyitni. Oké, okay. Azt, hogy... Azt, hogy... Most már csak az a kérdés, hogyan lehet a tetőt kinyitni. Ezek nem nyílnak ki, ez viszont igen. Oh. Igen, ha ki van kapcsolva és megnyomod a jobb klikket, akkor is eldobja. Igen, csak hogy lehet a tetőt kinyitni? Nézzük csak ezt a másik oldalt. Anyád. Elvileg találok egy ládát, ahol van egy titkos hely! Ami megint kidob a felszínre. Hopp! Ne futkározzál már te! Ne futkározzál! Na. Ezt és ezt. És végül ezt az átlót. Ja, kettő van. És azt gondolom a másik oldalt lesz. Hát akkor egyértelműen vissza kell mennem. Tehát nem teszek bazi nagy kerülőt. Na.
A másik fele, az meg biztos a túloldat lesz. Ott. Hát persze. Hát persze. Hogy lettem volna ekkora ostoba? Hát... Hogy tudom meglepni magamat a saját hülyeségemmel? Hogy tudom felülbírni a saját gondolkodásomat? Ha egyszer itt az egyik oldalt meg tudtam találni, akkor nyilvánvalóan paraszti jelleggel a másik oldalt fogom találni. Itt csak annyit kell csinálni, hogy kardobással elpusztítjuk a dobozt. És itt van a nyílás, amit nem értem, hogy nem robbant fel a robbanástól egyébként. És itt találjuk meg az ajtó nyitó gomb maradékot. Ugyanazokkal az ellenfelekkel egyébként. Kész. Ugyanezt kell megcsinálni. Utána a másik két oldalt lévő gombot. És már csak vissza kell menni a hajóra. De nem így. Hol van a... Mindegy. Ennyi. Kész. Ennyi volt a pálya. Ennyi volt a narsadai pálya csomag. Mi? Nem á. Nem á. Visszaismételtétek a... Ja tényleg, a Rilu boss fight. Visszaismételtétek az ikonikus klisjét a Birodalom visszavágból, hogy a Falcon állandóan nem tudott mindig fénysebességre állni, mert a hiperhajtóműt kikapcsolták. Aha. Na most szép örkülök mindenki. Rilónak kampec. Ennyi. Néha a fordítással néha nagyon nem vagyok megelégedve. Na, ennyi volt. Ez már fénysebesség. Irány, Bespi! Any help? Just sit back and get some rest. I'll work out a plan to get Desan and his remnant friends out of my city. Chad! Kyle, are you okay? Yeah, I'll be fine. Good. While you were sleeping, I hailed a New Republic base on Sullust. They haven't shown much interest in our little smuggling problem in the past, but now that they know remnant forces are behind it, they're eager to pitch in. A strike team should be arriving on Besmond within a few hours. No! I thought you'd be happy to... They'll tip off Desan! Then we'll catch him later. Getting Desan isn't as important as clearing the city. Jan's dead, Lando. Desan and his minion killed her. Grife, I'm sorry, Kyle. Okay, here's what we'll do. I'll drop you off on the lower levels. They've probably been overrun by remnant troops, so watch out. Chances are that Desan's operating from one of the loading bays above level 10, but you'll never get in without the proper access codes. Try to find Carbonite Chamber 17. I've hidden an old R5 unit there with codes to every loading bay in the city. Oh, you always did plan for the worst. Ever since that run-in with Vader. Anyway, I'll head up top and gather some old friends from the security force. We'll work our way down towards your position. If we're lucky, we can trap Desan before the New Republic arrives. Na.
Itt vagyunk a Bespinen egyébként, és jól látom, megkaptuk a healt! Ez az, megvan az első szintű healünk, na innentől kezdve a nincs bakta tartályunk, a Force-szal tudunk heal-elni, és ez végre jobb, sokkal jobban megkönnyebbíti a dolgainkat. Gyógyítás időtartam, pillanathatás, hatókör csak a Jedi, hatás általa a Jedi képes felgyógyítani magát egy sérülés után. Első szint, a Jedi egy rövid időre felvesz egy meditatív pózt, és úgy kell maradnia. Bármilyen mozgás vagy támadás megakadályoz a gyógyításban. Na igen, ez az akadémiában is van, hogy az első szintnél először le kell nyugodnia, és csak azután tud gyógyulni. A másodiknál csak a pózt csinálja meg fél testtel, tehát nem fog legörnyedni. Harmadiknál meg insta lehet használni harc közben is. Tehát ennyi a hátránya az egésznek, de meg lehet csinálni. Tehát semmi akadálya, hogy nincs baktatankunk, hát akkor healelni tudjuk magunkat, de le kell nyugodni. Ez majdnem olyan, mint a realista életregenerálódása későbbi kodokban, de hát na most nem arról van szó. De gyerekek, most ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet. Innen fogjuk folytatni a Jedi Outcast-et. Igen, most ez egy kicsit rövidebb fejezet volt, mint az előző, de így szakaszonként haladni fogunk, és majd lesz majd egy olyan, amikor majd még jobban fogunk majd haladni, ameddig bírjuk. Na, megcsináltak. Eddig a Nar Shaddai pályát csináltuk meg most jelen esetben. Ez, azt hiszem, ez három pálya volt, vagy 3-4 pálya volt. Ja, meg előtte a Yavinni fejezet, úgyhogy azért haladtunk szépen. És akkor innentől jön a Bespini rész, és akkor így próbáljuk kiűzni a remnantosokat a városból, utána meg jönnek majd a Dessani küldetések, illetve az imperialista elleni küldetések, gondolom. Na, ennyi voltam mára, köszönöm szépen a figyelmet, további részmetes szép napot kívánok mindenkinek, az erő legyen veletek, sziasztok!